többféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli, a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. Most láttam, mit írat roll. Na, mit ír a házit roll? Reménykedtem, hogy ma is helyettesítés lesz, emiatt eddig nyugodtan aludtam, és utána, de ez nem tudom, kinek szól. Ő már nagyon várt téged, a múltkor mondta is, hogy örül neki, hogy nem vagy, de szerintem direkt csinálja, úgyhogy... Sejtettem, hogy én vagyok. Egyébként pont az ellentétét kell gondolni mindig, amit ír. Na, nagyon érdekes téma van, hát amikor először beszéltem Feledi Botonddal, akkor azt beszéltük meg, hogy ezt az éleződő török helyzeten keresztül nézzük meg azt, hogy hogyan feszül egymásnak Moszkva, Washington és most már Peking is, de közben amerikai belügyi botrányok is vannak Trump elnök körül, úgyhogy itt van velünk a vonalban dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! És akkor hát két irányból nézzük meg. Először is mi történik Trump elnökkel, másodszorban pedig hát hogy feszülnek egymásnak a világhatalmak? Igen, tehát Washingtonban most nagyon sűrű órák vannak Trump elnök számára, amit a tweetjei is mutatnak. Ugye a legutóbbi fejlemény, ami elég szimbolikus, hogy az ügyvédjét, tehát aki neki 10 éven keresztül részben ügyvédkedett, részben pedig mindenféle egyéb, hát azt mondanám talán, hogy fixerféle megállapodásokat ellátott, tehát például olyan pornószínészeket pénzzel kitömött, akik azt állították, hogy viszonyuk volt Trump elnökkel pont 2016 októberében, ugye a választások előtt egy hónappal. Tehát ilyen ügyekkel foglalkozó embere bűnösnek vallotta magát. Hát tehát 8 különböző bűncselekményt ismert el, és ebből 2 kifejezetten egy szövetségi jelölt, elnökjelölt utasítására történt, hogy megszegje a kampány finanszírozási szabályokat. Magyarul Trump utasíthatta, hogy olyan módon végezzen el kifizetéseket, amik az amerikai szabályok szerint abszolút illegálisak. Ez azért izgalmas, mert ez az egyik olyan első eset, amikor közvetlenül említik az elnököt. Tehát nagyjából 8 szemét a környezetéből, kampányfőnök, nemzetbiztonsági tanácsadó, ügyvéd és a többi, a korábbi kampánycsapatból már valamilyen módon bűnösnek vallott magát, vagy vádat emeltek ellene, viszont sem az orosz vonal, sem eddig ő közvetlenül nem került így elő. Tehát leginkább ezeknek az embereknek a saját pénzügyi dolgai voltak az előtérben, és most kezdünk rá kanyarodni arra, hogy ők vajon mit tudhatnak a nemzetbiztonsági szempontból izgalmas orosz együttműködésről. És ez még most is csak belengetve vagyon, tehát nem látjuk, hogy mondjuk például Karen, tehát ez az ügyvéd, akinek a saját ügyvédje mondta, hogy tudhat valamit arról, hogy a demokraták szerverét hogyan is törhették fel. Ez ugye egy nagyon távoli sejtetés, hogy esetleg a Trump kampánycsapat már akár előre tudhatta. Hát nyilván, ha ezt valaki majd eskü alatt vallja, az egy nagyon durva fejlemény. Hát figyelj, most már nem is tudom, hogy mi a nagyon durva fejlemény, mert hogyha más amerikai elnökkel ennyi minden és ennyi csontvász hullik ki a szekrényből, mint Donald Trumpnál, akkor már azt mondtuk volna, hogy hát ez nagyon durva. De hát ez már kezdesen megszokott lenni. Hát már most önmagában az, hogy az ügyvéd bűnösnek vallotta magát, tehát ez önmagában egy elég érdekes szituáció. Így van, tehát a mérleg másik serpenyőjében oda tehetjük, hogy igazából a Trump szavazókat ez a mai napig nem zavarja, tehát hogy abszolút elhiszik, hogy ez a fake médiának a pákobán és a demokraták gőzölgése. Tehát ez van egy kemény tábor, egy kemény, akiknél abszolút nem mozít meg semmit. A másik, ami nagyon izgalmas politikai kommunikáció szempontból, hogy a demokraták már ezt így nem mondták ki, de többek között Axelrod, aki a nagy Obama tanácsadó is volt már, és stratéga,
elejtette egy tévés műsorban is, hogy igazából nem cél az, hogy az impeachment lehetőségével kampányoljanak a demokraták a most őszi választáson, tehát azzal, hogy Trump elnök elkövetett bármilyen bűncselekményt, mert hogy ezzel új szavazókat nem tudnak szerezni. Tehát a demokraták maguk már önmagában fel vannak annyira szívva, hogy mindenképpen elmenjenek szavazni, de viszont a középső bizonytalanokat nem az impeachment szólítja meg, hanem az, hogy az egészségügyi ellátása vagy a munkakörülményei hogy állnak. Tehát egy olyan érdekes helyzet adódhat, amikor dolgozik egy különleges ügyész, tényleg, ahogy mondott, sorra tolják ki a csontázakat a szekrényekből, de igazából még a ellenzéki erő is hát egy picit kisebb elkeseréssel, mint mondjuk lehetne, foglalkozik ezzel az üggyel. Tehát ebben a kontextusban jönnek ki ezek a hírek, amire nyilván a mondjuk úgy demokrata barát sajtó azért hát meglehetősen minden egyes részt. Tehát lassan nem tud olyan hír kijönni Trumppal kapcsolatban, ami mondjuk az ő népszerűségét tovább csökkenti. Az egyik oldalon már ezelőtt is utálisan népszerűtlen és nagy az elutasítottsága, a másik oldalon pedig ennek ellenére megvan a támogatottsága. Tehát igazából egy picit beálltak a frontvonalak. És botond, ez tényleg a fake news dolog miatt van, hogy ez ennyire beívódott, és ezt sikerült elterjeszteni, hogy van ilyen, és mindenki csak és kizárólag a saját, nem tudom, saját meggyőződésének hisz, és a tényeknek a jelentőség az csökkent, illetve ez a kizökkenthetetlenség az embereknek a saját kisfejük agyszüleményeiből, és tök mindegy, hogy az igazság megjelenik, annál fontosabbnak érzik most már a saját hitüket. Nem is azt mondanám, hogy tehát itt mi volt ebben a hit, vagy a hamis információ, az egy nagyon jó kérdés. Valami olyasmiről lehet szó, hogy ebben az óriási információ zajban, most kézből összel egy republikánus újságot, meg egy demokrata újságot, hogy akár nem lesz közöttük közös cím. Tehát, hogy aki azon a Trump oldalon van, ő egész más újságokkal fog találkozni, amiben olyan dolgokról fognak beszélni, aminek úgy tűnik, mintha a Fehérház sikereit sorolná föl. És egyébként nyilván vannak olyan döntések, amik mondjuk akár a kiberbiztonság terén, amiről keveset beszélünk, de hogy ami nem vitatott, és egyébként szükséges és jó döntés. Nyilván minden környezetvédelmi, negatívum, klímaváltozásos döntés, meg a másik oldali lapokban ezt szélesen kitárgyal. Tehát, hogy nem is találkozik már lassan, inkább azt mondanám. Tehát, hogy nem kell ennyire erősen a fake news-ra gondolni, nyilván Trump ezt nyom be, hogyha valakinek véletlen egy Washington Post a kezébe kerül a szavazói körül, akkor gyorsan eldobja. Vagy a New York Times, igen, és akkor már akkor megmondtam, hogy ez egy fake news, tehát ez... De elbottam, de azzal egyetért ez, hogy 20 évvel ezelőtt ugyanennyi eseménnyel mondjuk apával, kasszával hajtottál volna az amerikai társadalom az elnököt? Abszolút. Tehát most van Trump a Nixon szakasznak egy ilyen utolsó előtti részében. Tehát ez a még meg nem vádolt bűnrészes, hogyha most lefordítom a szép angol kifejezést, mert hogy már szerepel egy dokumentumban, amiben le van írva kerekperet, hogy ő gyakorlatilag felbújtó, vagy valamilyen módon bűnrészes egy történetben. Ez elég volt Nixonnak annak idején, hogy aztán elhagyja a Fehérházat. Abszolút nem látszik, hogy ez itt bárkinek most érdekel. Sőt, hát az látszik, hogy ez szinte bizonyosan teljesen máshogy lesz most. Így van, és a saját szenátorai, amíg, és a saját kongresszus képviselői, a republikánusok, amíg nem mennek vele szemben, az így gyakorlatilag ez teljesen esélytelen. Ugye az impeachment pedig mind a két alsóház, felsőházban republikánus többség van. Ez ősszel adott esetben a számítások szerint esetleg az alsóházban demokrata többségre változhat. De az impeachment egy kétházas történet, tehát a szenátusnak kell kimondani a végső szót. Magyarul, hogyha republikánusok maradnak ott, akkor azért ennek az esélye még mindig kevesebb. Persze kérdés, hogyha elveszítik az alsóházat, az kinek lesz a hibája? Ezt elkezdik Trumpra kenni, vagy nem kezdik el Trumpra kenni? Úgyhogy tehát nagyon bizonytalan, és az impeachment önmagában is azért más, mint hogyha megvádolnának egy elnököt, viszont az meg egy igazságügyi minisztériumi joggyakorlat, hogy hivatalban lévő elnököt nem vádolnak meg, hanem majd csak később foglalkoznak vele. Tehát az immunitás ilyen módon fokásjogként érvényesül vele szemben. Oké, evezünk nemzetközi vizekre, mégpedig egy olyan hírrel, amit a Microsoft jelentett be, hogy hamis websájtokat foglaltak le, amelyeket a Microsoft szerint orosz katonai működtetésűek voltak, hogy gyakorlatilag becsapják a republikánus szavazókat. Hát ez megint egy elég komoly sztori.
Így van, igen, és megint csak két naponta jönnek ki olyan történetek, amik azt bizonyítják, hogy igazából az Egyesült Államokban nem tették meg még a szükséges új intézkedéseket államilag, szövetségi szinten összehangoltan a választások külföldi befolyásolása ellen. Tehát a híres orosz befolyás visszaszorítása azért még nem nagyon működik. A másik, ami ebből kiolvasható, ugye a Microsoftról beszéltünk most, de egyébként a Facebook is, meg a Twitter is egészen sűrűn kezdik el bejelentgetni, hogy hány hamis accountot vettek le, hány hamis felhasználót töröltek a rendszerükből, tehát látszik az a nyomás, ami azért azóta keletkezett ezeken a cégeken, hogy igyekeznek felmutatni eredményeket. Az pedig a most már több amerikai think tank megállapította, hogy azért az elmúlt két évben hihetetlen szofisztikálódott a támadói technika is. Tehát amit 2016-ban végül felfedeztek, és most cintvágattak két éven keresztül, az a technológia meghaladottá vált. És ennyiben izgalmas, ugye, tehát a Microsoftos jelentés az még egy hagyományos phishing technológiát emleget, de ennél úgy tűnik, hogy a közösségi média felületeken azért jóval modernebb eszközökkel kezdtek el most már irániak is, oroszok is működni, pont azért, hogy kikerüljék az azóta felépített kisebb gátakat. Tehát itt nagyon megy a macska-egérharc, és ez az Egyesült Államok, ahol legalább néha-néha bepillanthatunk így a függöny mögé, de mondjuk mi lehet egy európai választás? Igen, és ez a kibertér ugye, ami egy része a hadszíntérnek már, de van a geopolitikai hadszíntér, amiben most úgy tűnik, hogy Törökország központi helyet foglal el, és itt nem csak Moszkva és Washington feszül egymásnak, hanem most már Kína is belépett a képbe. Így van. Kína szerepével kapcsolatban talán a legaggasztóbb az a közvetlenül nem is látható veszély, hogyha a török gazdaság esetleg eljut az összeomlás szélére, a lira tovább esne, vagy nem javul vissza, akkor Törökországot gyakorlatilag egész olcsón fel tudja vásárolni a kínai állam, mint a fektetők egy jó része. Tehát, hogy oda akarjuk-e adni ezt a NATO tagállamot ilyen módon Pekingnek. Ugye az oroszok katonai rendszert, atomerőművet adtak el mostanában, nyilván ezeket még nem szállították le. Tehát tényleg látszik a geopolitikai verseny azért a hihetetlen fontos helyen lévő országért. Tehát azért mégis a Boszporuszról beszélünk, és a közel-keleti tuskaporos forgó melletti legjobb katonai stratégiai pozícióról. Tehát egyszerűen érthető az, hogy ez miért történik, és az is látható, hogy még a nyilvánosság számára elérhető adatok alapján is ez a verseny mennyire kiéleződött. Kinek érdeke az, hogy mondjuk bedöntse a török rendszert, és azt mondja, hogy olyan válság alakuljon ki? Moszkvának, Kínának inkább érdeke? Ugye Kína számára egy bedöntött török rendszer kínálja a legnagyobb mozgásteret, tehát azt látjuk, hogy ők akkor tudnak oda egyszerűbben bemenni, hogyha kvázi tőkével lehet jönni. Az oroszok számára egy teljes összeomlás ilyen szempontból nem annyira előnyös, mert nyilván kevesebb pénzük van, hogy oda menjenek, és egy bedőlt Törökországban Erdogánnak a helye azért mindig egy picit bizonytalanabb lesz, bár nyilván ő is a média felületeken tartja a dominanciáját egyre keményebben, de egy Erdogán csere az talán Putyinnak a legkedvezőtlenebb, hiszen ő inkább ezen a kapcsolaton dolgozott, míg nekünk NATO tagállamoknak pedig egy összedőlt demokráciát lassan elhagyni készülő ország azért az óriási kockázat. Tehát precedens szintjén is nagyon izgalmas, hogy mit csinálunk vele. Tehát lehet-e azt mondani, hogy elveszítette azokat a NATO-beli értékeket, és kizárják a NATO-ból, vagy ő maga kilép egy adott pillanatban, mert úgy érzi, nem kap segítséget. Tehát egyszerűen még a szövetségi rendszer rezonanciája szintjén is akkora kockázatokat hordoz, és akkor most nem beszélünk az ott lévő menekültekről, meg az összes közvetlen olyan terrorfenyegetés lavírozott esetben megjelenhet Törökországon keresztül. Igen. Hát figyelj, még tudnám folytatni boton, de utadra engedünk, és köszönjük szépen az információkat. Egyszer majd folytatjuk, hogy hogyan jön például a képbe Katar, ez volt az egyik kérdés, ami nagyon érdekes, de akkor ezzel folytatjuk majd. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, szervusztok! Dr. Feldi Botond külpolitikai szakértő segített nekünk egy picit értelmezni az amerikai belpolitikai helyzetet, illetve azt, hogy mi történik Törökországban, milyen játszma van. Van SMS hozzászólás, Gábor? Igen, van egy, amit elmondanék. Elgondolkodtatott.
És remélem, hogy nem úgy lesz, ahogy a hallgató írja. Az a baj, hogy az ilyen típusú megosztottságot már, mint az első felére utalt a beszélgetésnek a hallgató, és bebetonozódást a frontoknál az emberek a történelem során eddig ökörrel szokták feloldani párbeszéd helyett. Elmondtam azt, hogy igen. Sajnos valóban így volt, és nagyon jó lenne, ha ezúttal nem így lenne.